Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Cáfol az orvosi kamara, panasz van, de nincs eljárás az új ügyeleti rendszert vállaló orvosok ellen. Részlegesen autómentesíteni a főváros a pesti rakpartot, sokan bírálják az elképzelést. Bakmutot még mindig tartják az ukrán csapatok, sem Putyin, sem Zelenszkij nem hajlandó tárgyalni. Közleményben cáfolta a Magyar Orvosi Kamara Gulyás Gergely kormányinfón tett kijelentését. A miniszterelnökséget vezető miniszter tűrhetetlennek nevezte, hogy a kamara etikai eljárással fenyegeti azokat az orvosokat, akik aláírnák az új ügyeleti rendszerről szóló szerződést. A kamara viszont azt közölte, csupán panaszt tettek egy kollégákat fenyegető vezető házi orvos ellen. A DK egészségpolitikusa szerint ugyanakkor a panasz még nem jelenti az eljárás elindulását. A házi orvosok képviselői úgy döntöttek, hogy letétbe helyezik feladatellátási szerződéseik felmondását, és vagy az új ügyeleti szerződések aláírásától elzárkóznak. Így jelentette be a Magyar Orvosi Kamara alelnöke még február elején, hogy nyomásgyakorlásba kezdenek céljaik elérése érdekében. A MOK az egészségügy teljes reformját szeretné elérni, betegközpontú ellátást, az egészségügyi szakdolgozók béremelését és a praxisok teljes körű biztosítását. Bár az új ügyeleti rendszer elvi alapjait támogatják, erős fegyvernek érzik a szerződés aláírás megtagadását. Elvtelen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan az orvosi kamara véleménye, ami az ügyeleti ellátást is veszélyezteti. A miniszterelnökséget vezető miniszter a hétvégi kormányinfón az Országos Kórházi Főigazgatóság vezető háziorvosának sajtóban megjelent nyilatkozatára reagált így. Békási Szabolcs szerint a MOK etikai vizsgálatot indított egy Győr-Moson-Sopron vármegyei háziorvos ellen, aki szerinte az új ügyeleti rendszerről tájékoztatta kollégáit. Azokat a házi orvosokat, akik ebben részt vennének és aláírnák a szerződést, etikai eljárással, fegyelmi eljárással fenyegetik, sőt meg is indítottak ilyet. A MOK azonban azt közölte a honlapján, szó sincs etikai eljárásról, eddig mindössze panasszal éltek a szóban forgó házi orvossal szemben, mivel a kamara állítása szerint fenyegetéssel és félrevezető információkkal kívánta rávenni kollégáit a szerződés aláírására. Kerestük Békási Szabolcsot is, hogy a kamara cáfolata után is fenntartja a kijelentését, de adásunkig nem kaptunk tőle választ. Etikai eljárást az elsőfokú etikai bizottságok indíthatnak. Mindenki, aki ezen a körön kívül van, az etikai panaszt tehet. A korábban a MOK titkári és alelnöki tisztségét is betöltő Komáromi Zoltán azt mondja, különbséget kell tenni az eljárás és a panasz között. A panasztétel ugyanis még nem jelenti az eljárás elindulását, mert arról még a bizottság fog dönteni az érintettek meghallgatása után. Döntenek arról, hogy az adott cselekmény megvalósítja-e egy etikai vétség tényállását, és hogyha igen, akkor elindítják az etikai eljárást, ha nem, akkor elutasítják a panaszt. Az új ügyeleti rendszer egyébként Hajdú-Bihart követően márciustól lép érvénybe Győr-Moson-Sopron, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben. Egyelőre nem foglalkozik a kormány a Fudan Egyetem megépítésével, ezt Gulyás Gergely erősítette meg a kormányinfón. A 9. kerületi polgármester azonban úgy véli, hogy nem végleg kerülhetetlen a napirendről a kampusz terve. Baronyi Krisztina továbbra is azt támogatná, ha a területen a diákváros épülne meg, vagy más hasznos beruházás jönne létre az állammal együttműködésben. 2021-ben a Covid-járvány ellenére is több ezren vonultak fel Budapesten, hogy kiálljanak a kínai Fudan Egyetem megépítése ellen. A tervek azóta fiókba kerültek. A Fudan Egyetem egyenlőre a beruházási stopp áldozata lett. Gulyás Gergely szerint nincs előrelépés az ügyben, az egyetem alapítványa, annak kuratóriuma azonban továbbra is létezik. El kell dönteni, hogy belátható időn belül van-e realitása annak, hogy ebben a konstrukcióban ott egy egyetem és egy kampusz jön létre, és amikor ez a döntés megszületett, akkor az prejudikálja, vagy magával hozza a következőt is. Hogy van itt valaki tőlük? A Momentum képviselője megkereste az alapítványt, ám a bejelentett címen nem talált semmit. Az alapítványt létrehozó törvény szerint kaptak vagyont, támogatást és adományt. Az én elsődleges kérdésem, hogy a 600 millió forint közpénzzel akkor mi lesz, a vagyonukkal mi lesz, illetve hogy amit ideig elköltöttek, annak mi lett az eredménye. Úgyhogy én nyomozom tovább a dolgot, meglátjuk.
A főváros a kezdetektől ellenezte a beruházást. A területre diákváros tervezett, ami több ezer egyetemistának oldotta volna meg a lakhatását. A főváros vezetése az eddig megismert információk alapján nem támogatja ezt a beruházást. A Fudan ügyekben egyeztető Palkovics László volt miniszter akkor úgy érvelt, hogy a kínai kampusz mindig is része volt az oda tervezett beruházásnak. Föl fogjuk délután tenni azt a prezentációt, ami egy olyan megbeszélésről történt, ahol ezt a projektet jóvá hagytuk, abban egyértelműen szerepel, hogy egyetemvárost építünk, és nem diákvárost. A tervezett helyszínen a 9. kerületi önkormányzat az utakat is átnevezte. Teljesen tudatos és teljesen szándékos volt, ez egy átgondolt politikai akció. Baranyi Krisztina továbbra is a diákváros megépítését szorgalmazza, de szerinte csak altatja a kormány a Fudan ügyét, vagy a helyére más, nem nyilvános projektet tervez. A polgármester azt reméli, hogy ha lesz is ilyen, az nem a területen valósul meg. Én azt gondolom, hogy ez a valóságban még nincs elvetve. Erre utal az is, hogy a Fudan törvényt nem szüntették meg, nem vonták vissza. Az alapítvány működik, nem üres, elköltöttek már rá majdnem 2 milliárd forintot. Tehát úgy gondolom, hogy ahogy ez mindenképpen tervben marad, hát én nagyon remélem, hogy nem erre a területre fogják megépíteni. Egy hete járt Budapesten a kínai államtanácsos, a találkozókon stratégiai együttműködésről is egyeztettek a miniszterelnökkel, de azt nem tudni, hogy ezek között szerepelte a Fudan ügye. Karácsony Gergely mindig enged az autós lobbinak. Ezzel magyarázza az LMP, hogy a pesti alsórakpart továbbra sem lesz teljesen autómentes. A főváros részleges autómentesítési elképzelése a szakmai szervezetek körében nem aratott teljes sikert. Azt ugyanakkor egyértelművé tette a budapesti önkormányzat, hogy egyeztettek és ezután is egyeztetni fognak a civilekkel. Most vasárnap az autósok szabadon hajthatnak a pesti alsórakparton. Erre viszont március 15-e és október 23-a között már nem lesz lehetőségük, miután élesedik a főváros legújabb elképzelése. Eszerint a személyautók a hétvégéken és az ünnepnapokon sem használhatják a pesti alsórakpartot. Újdonság, hogy a kitiltás a nyári hétköznapokat is érinteni, igaz csak az esti óráktól. Az LMP-nek viszont ez nem elég. De ez egy meghátrálás, gyakorlatilag a korábbi ígéretekből vettek vissza. Az LMP szerint mindez szöges ellentétben áll a zöld célokkal. 2022 tavaszán Karácsony Gergely egy Telex interjúban azt mondta, a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Kanász Nagy Máté szerint az évek alatt több ehhez hasonló ötlete is volt már a főpolgármesternek. Nyissuk meg a rakpartot, nyissuk meg a Lánchidat a gyalogosok, a kerékpárosok előtt, majd egy hátrálás, egy visszakozás történik, egész egyszerűen az autós lobby mindig eredményeket ér el, és Karácsony Gergely mindig enged az autós lobbinak, ez az LMP álláspontja. A nyári lezárás még nem teljesen kidolgozott. Pár napja a fővárosi kabinetfőnök mondta ezt a Startban. Balogh Samu azonban hozzátette, tavaly ősszel civilekkel egyeztettek az ügyben. És ebben fektettük le a további időszakos hasznosításnak a kereteit. Ebben egyetértettek a civil partnerek is, hogy akár ilyen hétköznapesti, akár a nyári időszakban teljes mondjuk hónapokra való lezárást is támogatják. A közlekedő tömeg egyesület csak a legszükségesebb autóforgalmat támogatná a pesti rakparton. A rendőrök, mentők, tűzoltók mellett az áruszállítást is helyeselnék. Az egy előrelépés, hogy esténként és hétvégén csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják majd, de nem értjük, hogy itt pontosan ez a fokozatosság mi célból történik, tehát mi az a szempont, ami alapján most még nincs szükség egy élhetőbb és biztonságosabb városra, és mikor lesz az az időpont, amikor ezt meg lehet lépni. Közben az autóklub úgy véli, az asztalon lévő terv józanabb megközelítést alkalmaz, mint a teljes zárás. Mégis a kapkodás jelzővel illetik a legújabb felvetést. Azért mondom azt, hogy kapkodás, mert nincs hivatkozás emögött a javaslat vagy felvetés mögött olyan adatokra, amelyek igazolnák azt, hogy hogyan bírja el a város ezeket a korlátozásokat. A pesti rakpart egyes szakaszait nyaranta több ízben is megnyitotta már a főváros, a gyalogosok és kerékpárosok előtt. Megközelítette a 15,5 évet a magyarországi autók átlagos életkora, írja a Portfólió a KSH friss adatai alapján.
pedig a 2008-as gazdasági válság után még alig volt több 10 évesnél a gépocsik átlagos kora. 2022 végén 4 094 ezer személyautó volt forgalomban. 8 év alatt 1 millióval lett több. Ugyanakkor a magyarok zömmel olyan használt autókat hoznak be, amelyek a nyugati felhasználóknak már nem kellenek. Alap megjegyzi, hogy a gépkocsik előregedése jól jelzi a magyar életszínvonal csökkenését, a trend megfordulása pedig alig ha várható a mostani inflációs környezetben. Háromnapos üléssel kezdődik meg ma a parlament tavaszi ülésszaka. A HVG azt írja, hogy az ülésnapot szinte biztosan Orbán Viktor miniszterelnök szokásos napirend előtti felszólalása nyitja majd. A képviselők egyebek között vitáznak majd az akkumulátorgyárakról és Svédország, valamint Finnország NATO csatlakozásáról is. De napirendre veszi a parlament a módosított költségvetés is, azt ugyanis még el kell fogadnia a honatyáknak. A Fidesz-KDNP békepárti határozatot terjeszt az országgyűlés elé, közölte a Fidesz frakció vezetője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Kocsis Máté kifejtette, hogy az ország politikai nyomás alatt áll, hogy minél inkább részt vegyen a háborúban fegyverszállításokkal vagy fegyverszállítmányok átengedésével, de a határozat politikai válasz lesz ezekre a törekvésekre. A politikus beszélt arról is, hogy a gyermekvédelmi törvény további szigorítására van szükség, és ennek kapcsán utalt a fiatalkorú szexuálisan bántalmazó iskolai asszisztens sajtóban is megjelent ügyére. Azt gondoljuk, hogy az ügy vérlázító, bicskanyitogató és megoldás után kiállt. Most ezt a megoldást keresni kell. Ez nem a korábbi gyermekvédelmi törvény kritikája. Lehet úgy hívni, hogy az bővül, módosul, de inkább azt mondanám, hogy az világosan látszik, hogy további szigorításra van szükség, mert egyetlen célunk van, hogy megvédjük a gyermekeket az erőszakos LMBTQ propagandától. Az orosz hadsereg egységei kisebb településeket foglaltak el Bahmut és Avdiivka környékén, és folytatták a szárazföldi támadásaikat a Donyecki frontvonalon is. Eközben tüntetéseket tartottak több európai nagyvárosban a háború miatt. Párizsban a demonstrálók további fegyverszállítmányokat sürgettek Ukrajnának. Berlinben 10 000 ember követelte a béketárgyalások megkezdését. Így néz ki a hónapok óta ostromlott Bahmut. Az ukrajnai városról az orosz RIA Novosztyi hírügynökség adott közé drónfelvételeket, amelyeken látszik, hogy a városból mindössze romok és összedőlt épületek maradtak. Az orosz Wagner csoport zsoldosokból álló egységei további települések elfoglalásáról számoltak be a térségben. Ezek az ukrán katonák Bahmut környékén harcolnak. A legfontosabb az, hogy több fegyverre van szükségünk. Több tankra, tűzérségre és páncélozott járműre. Tapasztalatunk már van, de nincsenek eszközeink az ellenség kiszorítására, mondta ez a 20 éves ukrán katona. Már megérkezett Ukrajnába 4 német gyártmányú Leopard tank, amit Lengyelország küldött. Egy Leopard tankot Volodymyr Klitschko korábbi világbajnok profi boxoló, a kijevi polgármester testvére vitt el egy tesztkörre. Az EU szankciók 10. csomagját elfogadták Oroszországgal szemben, ez a 10. és nyilvánvalóan nem az utolsó szankciós csomag. További szankciókat fognak kivetni, hogy biztosítsák, hogy az orosz agressziónak még a lehetősége sem marad fenn, mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki hozzátette, a béke feltétele minden ukrán terület, így a Krím visszaszerzése. Több százan vonultak fel Párizs utcáin, hogy tiltakozzanak az orosz háború ellen Ukrajnában. Támogatjuk az ukrán ellenállást, és azért küzdünk, hogy az orosz erők kivonuljanak Ukrajna egész területéről, mondta ez a tüntető. Washingtonban pedig további amerikai fegyverszállítmányokat sürgettek Ukrajna számára tüntetők. A háború kitörésének első évfordulóján az amerikai kormány újabb 2 milliárd dolláros fegyvercsomag küldéséről és újabb szankciókról döntött. Eközben Berlinben ezrek tüntettek a fegyverszállítmányok ellen. A megmozdulást egy baloldali politikus szervezte a Brandenburgi kapu és az amerikai nagykövetség közelében. A kanadai Vancouverben már jóval kevesebb egy maroknyi tüntető szólított fel a béketárgyalások megkezdésére. A kanadai kormány milliárdokat küld Ukrajna felfegyverzésére, pedig a milliárdokra itthon lenne szükség az oktatásban és az egészségügyben. A háborúra a béketárgyalás a megoldás, vélte ez a tüntető.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egy TV interjúban úgy vélte, hogy a NATO fő céljának tekinti Oroszország stratégiai legyőzését. Moszkvának az Egyesült Államok mellett a többi NATO ország haderejével és nukleáris arzenáljával is számolnia kell, mondta Putyin. Az általunk megkérdezett szakértők szerint Vlagyimir Putyin kijelentései túlzóak és nem a valós helyzetet tükrözik. Egyértelmű ijesztgetés például Putyinnak az az állítása, amely szerint a Nyugat el akarná pusztítani Oroszországot, és az sem igaz, hogy a Nyugat hosszabbítja meg Ukrajna szenvedését a fegyverszállításokkal. A Nyugat fel akarja számolni Oroszországot. Egyebek közt ezt jelentette ki az orosz állami televíziónak adott interjúban Vlagyimir Putyin a TASZ hírügynökség szerint. Ennek a kijelentésnek azonban Szent Iványi István szerint nincs valóság alapja. A célja az, hogy az orosz lakosságban félelmet keltsen Nyugattal szemben, és egyfajta összefogást erősítsen, azt jelezvén, hogy egzisztenciális veszély fenyegeti Oroszországot, a Nyugat el akarja pusztítani. Putyin az interjúban hangsúlyozta, az összes vezető NATO tagország leszögezte, fő céljuk az, hogy Oroszországra stratégiai vereséget mérjenek, ezért az orosz elnök szerint nem hagyhatják figyelmen kívül a NATO nukleáris képességeit. Csiki Varga Tamás szerint túlzó Putyin kijelentése. A NATO nukleáris politikája az közös, tehát ott is a tagállamok konszenzusos döntése kellene ahhoz, hogy bármilyen nukleáris fegyver használatra kerüljön sor. És a NATO alapvetően védelmi szövetség, tehát az, hogy Oroszországnak ez fenyegetés jelentsen, így mint NATO, ezt eléggé nehezen tudom elképzelni per pillanat. Kaiser Ferenc szerint egyértelmű a hivatalos orosz ideológia. Ebbe egyebek közt szerinte beletartozik az orosz vezetés meggyőződése, mely szerint Ukrajna támadást készített elő Oroszország ellen, a Nyugat pedig azzal, hogy fegyvert küld Kijevnek, az ukránok szenvedését is meghosszabbítja. Az orosz népnek azt kell hallania, hogy a NATO rettenetesen fenyegeti Oroszországot. Az orosz politikai meg katonai vezetés meg pontosan tudja, hogy ez nem így van, mindaddig, amíg Oroszország elképesztő mennyiségű nukleáris arzenálra rendelkezik. Ergo folyamatosan vonják ki az alakulatokat a NATO államok közeléből. Kis Benedek József arról beszélt, hogy az offenzíva folyamatos. Az orosz csapatok jelenleg is támadják azokat a megyéket, amelyeket teljesen el akarnak foglalni. Nagyobb támadásra azonban nem lát sok esélyt a közeljövőben. Nagy háborúra pillanatnyilag Oroszország azért nem készül, mert egyrészt katonailag nem áll készen, nincs annyi erő a határ közelében átcsoportosítva, amivel nagyobb támadást tudnának végrehajtani. Tehát amit lehet látni, az, hogy továbbra is a Donbaszban támadnak, illetve azt is lehet tapasztalni, hogy időnként a ukrán területek ellen folytatják az infrastruktúrát célba vevő támadásokat. Ehhez, mint azt Kis Benedek József hangsúlyozta, megvannak a megfelelő rakéták, azonban a jelenlegi időjárási viszonyok, amelyek sártengerré változtatták a frontvonal térségét, kedvezőtlenek egy nagyobb támadás elindítására. Több mint 50 menekült meghalt, miután egy 100 fősnél is nagyobb csoportot szállító hajó balesetet szenvedett a dél-olaszországi Kalabria partjainál. Kisgyerekek is vannak a tragédia áldozatai között. A viharos időben került bajba egy migránsokat szállító, alig 20 méter hosszú hajó, amit Törökországból indult el. Egyes beszámolók szerint a hajó a parti sziklákhoz csapódott, vagy zátonyra futott, más források robbanásról tudnak. Ami biztos, a hajótest darabokra tört a viharos hullámok közt. A hajónak a kikötő kapitányság és a pénzügyőrség sietett a segítségére. Több holttestet partra sodort a víz. A hajón utazók száma pontosan nem ismert, de a túlélők beszámolói és hatósági beslések 180 és 200 közé teszik az utasok számát. A balesetet 80-an túlélték, a parti őrség és a tűzoltóság azonban további túlélőket keres a tengerben. A hatóságok elmondták, hogy a rossz időjárási körülmények nehezítik a mentést. A hajón iráni, pakisztáni és afganisztáni származású menekültek voltak. A túlélők közül több mint 20 embert kórházba szállítottak, a többieket a legközelebbi menekült központban helyezték el. Nagy szomorúsággal hallottam a balesetet szenvedett hajóról Kalabria partjainál. A halálos áldozatok között sok gyermek is volt. Imádkozom minden áldozatért, az eltűntekért és a túlélőkért. És köszönöm azok munkáját, akik segítenek nekik, mondta Ferenc pápa a Szent Péter téren. Per gli altri migranti sopravvissuti.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közleményben fejezte ki mély fájdalmát a halálos áldozatok miatt, akiknek életét a kormányfő szerint az emberkereskedők törték ketté. Egy nemzetközi felmérés szerint több mint 20 ezer ember, háborús vagy gazdasági menekült tűnt el vagy vesztette életét a földközi tengeren 2014 óta. Két izraeli állampolgárt lelőtt egy palesztin fegyveres a cisziordániai Havara városában. A 20-as éveikben levő áldozatokat az autójukban lőtték le. A támadót üldözik a hatóságok. Eközben Gázában a Hamas terrorszervezet tagjai tüntettek az ellen, hogy az izraeli és a palesztin biztonsági hatóságok képviselői Jordániában egyeztetnek arról, hogy hogyan csökkentsék az újra fellángoló konfliktust. Tavaly szeptember óta palesztin támadók 24 izraelit öltek meg késeléses vagy fegyveres támadásokban. Laboratóriumi szivárgás miatt alakulhatott ki a COVID-járvány, legalábbis erre a következtetésre jutott az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma. A tárca már korábban egy 2020-as jelentésében is írt erről, ezt támasztották most alá a friss hírszerzési információkkal és szakértői véleményekkel. A Wall Street Journal szerint azért jelentős az Energiaügyi Minisztérium állásfoglalása, mert ez a kormányzati szerv felügyeli az Egyesült Államok nemzeti laboratóriumának hálózatát, és ezek közül 5-ben fejlett biológiai kutatásokat végeznek. A tárca előtt csak az FBI támogatta a laborszivárgás elméletét, míg 5 másik kormányzati szerv elvetette ennek lehetőségét. Szokatlanul erős téli vihar söpört végig a Kalifornia Los Angeles utcáin. A térségben csaknem 85 ezer háztartásban és üzletben ment el az áram a vihar miatt. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a hétvégi hóviharban erős széllökéseket és a szokásosnál is hidegebb időjárást tapasztaltak Kalifornia, Colorado, Utah, Arizona és Új-Mexikó lakosa is. A viharos időben 2 lakóautó és 1 fa is a Santa Clara folyóba zuhant. Most pedig kezdjük hamarosan a Start című reggeli műsorunkat Anitával, aki miatt elmondja nekünk, hogy kik lesznek az első vendégek. Szervusz, Anita, jó reggelt! Szervusz, Tamás, jó reggelt! Köszöntöm a kedves nézőket! Már is mondom neked, hogy a Start című műsorunkban ki mindenki érkezik hozzánk perceken belül. Például a szigorlatban egyből az elején itt lesz velünk Varjú László, a DK energia és rezsiügyi árnyék minisztere. Nagyon sok témánk van, úgyhogy én attól félek, hogy nem is mindenre lesz majd lehetőségünk, hogy egy picit átbeszéljük, de azért minden tőlünk telhetőt megteszünk majd. Itt lesz velünk Gyükeri Mercedes is, és segíti a munkánkon. De elsősorban, hát azt gondolom, hogy a szombati kormányinfó kapcsán sok mindenen végig fog tudni menni. Így természetesen például azon, hogy Magyarország miért költ 4000 milliárd forinttal többet ugyanannyi energiáért, mint egy évvel korábban, és hogy ez az energia kitettségünk, ez még mindig nem látszik csökkenni, ami ellen egyébként nagyon sokan már az Európai Uniós országokon belül küzdöttek, meg is tudták tenni a lépéseket. Nálunk úgy látszik, hogy egyszerűen nincs rá megoldás, vagy még nem találják annak a megoldásnak a kivitelezését. Minden esetre az biztos, hogy a lakosság érzi magán ennek a terhét, és egyre sürgetőbbé válik, hogy hogyan kéne és hogyan lehetne mindezt csökkenteni. Gulyás Gergelynek is feltették a kormányinfón a kérdést, Orbán Viktor maga is reagált és válaszolt ezekre a kérdésekre, úgyhogy biztos, hogy ilyen irányból függük megközelíteni a mai tematikáját a szigorlatunknak. Aztán például lesz velünk itt Tompos Márton is, a Momentum országgyűlési képviselője, akinél egyrészt szóba fogom hozni természetesen a kormányinfón elhangzott kérdéseket, mert van olyan, ami őt személy szerint is érinti, például ott volt a Fudan Egyetem alapítványának épületében, ahol elvileg székhelyszerűen meg vannak jelölve, vagy üzemelnek, és hát nem talált senkit, akinek a kérdéseit feltehetné. Egyébként ugyanerre reagáltak a kormányinfón is. Természetesen az orosz-ukrán háborúról is beszélünk, erről szó lesz egyébként majd a külön új rovatunkban is, úgyhogy feltétlenül arra búzítom a nézőket, hogy maradjanak velünk, hiszen mától hivatalosan, már péntektől ugye az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójától, de mai naptól pedig egyértelműen egy plusz félórás, nagyságrendek félórás blokkal készülünk, ahol kifejezetten a háború aktualitásaival fogunk foglalkozni, és Rusvai Miklós is érkezik még hozzánk, virológus. Ha már a Covidról volt szó a híradóban, akkor természetesen influenza járvány és RSV szóba fog kerülni ma a Startban. Tartsanak velünk! Csatlakozom hozzád, Anita, a buzdításban és a műsorvezetésben is hamarosan együtt vezetjük tehát a Startot, és a Start Pluszt is egészen 9-ig ma reggel, ugye tudják, már péntek óta hosszított műsorral várjuk Önöket, pontosan egész 8.55-ig, amikor is az utolsó híradóra kerül majd sor. Legyen szép a napjuk, tájékozók, én tűnünk az ATV-ből.